Köszöntöm nézőinket! Ismét képviselői fogadóórát tartunk itt a stúdióban. Sorozatunkban hétről hétre keddenként a Pécsi Közgyűlés tagjai a vendégeink. Azok a képviselők, akiket 1998-ban mi Pécs polgárai választottunk meg, és akik azóta a mi érdekeinket képviselik, ha a közgyűlésben és mindannyiunk életét befolyásoló döntéseket hoznak. Így rajtuk is múlik, hogyan alakul, változik, fejlődik városunk élete. Mindezekkel kapcsolatban bizonyára önöknek is vannak kérdéseik. Mi számítunk ezekre? A képviselői fogadóóra élő fórum műsorában megkérdezhetik, hogy mit tettek a képviselők, és számon kérhetik azt is, amit nem tettek meg, de megtehettek volna. Hívjanak bennünket most az 510-008 vagy az 510-009-es telefonszámokon. Ezúttal a 11-es és a 12-es számú választókerületek képviselőivel, Nagy Csabával és Füredi Péterrel együtt várjuk az önök kérdéseit. Sok szeretettel köszöntöm önöket! Legutóbb 2000 márciusában találkoztunk, több mint egy év telt el azóta. Történt-e változás képviselői munkájukban, életükben, pártállásukban, frakciótagságukban, bármiben, ami a képviselői munkájukhoz kötődik? Jó estét kívánok még egyszer mindenkinek. Ezekben a kérdéskörökben nem történt változás, tehát ugyanannak a pártnak vagyunk mind a ketten tagjai. Ugyanabban a frakcióban ülünk, és ugyanazokban a bizottságokban is dolgozunk. Tehát e vonatkozásban nem történt változás az elmúlt egy évben. Tehát ön továbbra is a Fidesz frakció vezetője. Így van, igen. És mely bizottságokban dolgozik? A pénzügyi bizottságnak vagyok az elnöke. Itt mindig el szeretném mondani, és most meg is rakadom az alkalmat elmondanom, hogy ez nem a költségvetési bizottság, hanem a pénzügyi bizottság. Ez a nevéből sajnos kikerült az ellenőrzési szó, tehát inkább az ellenőrzésekkel foglalkozik, és a sportbizottságnak vagyok ezen kívül még tagja. Péter, az ön életében milyen változások történtek? Nem történt ilyen téren változás. Én is továbbra a Magyar Demokrata Fórumnak vagyok tagja, most már megyei elnöke, és a 9 fős Fidesz frakcióban, mint egy szem, nem fideszes tevékenykedem. A Jog- és Ügyrendi Bizottságnak vagyok tagja, illetve a Költségvetési Bizottságnak. Így ilyen téren a képviselői munkámban az elmúlt időszakban nem történt komolyabb változás. Ha csak azt nem számítjuk, ami talán a képviselői munkámat és segítés befolyásolja, hogy a szakmai téren jogi szakvizsgára készülök, és talán ez is segíti majd a jövőben annak letétele követően az állampolgárok ügyében való jogi megfelelő jártasság alapján való eljárás. Mai fő témánk tehát a 11-es és a 12-es számú választókerületek élete. Gondolatébresztőül most bemutatjuk azt az összeállítást, amelyet 2000 márciusában készítettünk e területekről, természetesen az akkori gondokkal, problémákkal, és aztán majd arról beszélgetünk, hogy mi minden változott azóta. Elsőként Nagy Csaba körzete, a 11-es számú választókerület következik. A 11-es választókerülethez tartozik a Hungária utcától északra fekvő terület. Keleten a Rókus utca, nyugaton a Klimógyörgy utca határolja, északon a Bartók Béla, illetve a Damjanics utcáig terjed. Jelenleg véleményegyeztetési eljárási szakaszban van a Szigeti Városrész település rendezési terve, ami jelentős változásokat hozhat a Kodály Zoltán Petőfi Sándor utca, Hungária út és a Klimógyörgy utca által határolt tömbben. A körzet nagy része építészetileg adott. A közlekedés átszervezésére, a parkolási gondok enyhítésére, a zöld felületek kezelésére, utcafásításokra viszont szükség lenne. A társasházak rendjét kellemesen oldják a zöld felületek, a parkosított részek, játszóterek. Kár, hogy az elhanyagoltság itt is kezd urrá lenni a meglévő értékeken. Az Attila utcai játszótéren már megérett a felújítása a labdarúgópálya, a gömbmászóka pedig nem tűnik túl biztonságosnak. A Barbakán téren szezonban számos turista busz parkol. Egyáltalán nem mindegy, milyen képet fest a történelmi nevezetesség környezete. A most kezdődött építkezés a környék rendezettségének ígéretét is magában hordozza. A Klímógyörgy utca a várfal melletti zöldsávnak és a felújított házaknak köszönhetően igen hangulatos szakasz. A 11-es választókerület talán legforgalmasabb része a Hungária út. A keskeny kétsávos úton mindig óriási a zsúfoltság. Az út szélén zömében tilosban parkoló autók mellett néha csak a csodával határos módon férnek el az erre haladó járművek. A lakók szerint a köztisztaságot negatívan befolyásolja, hogy tavaly a Hungária és a Petőfi utca környékén a heti 3 szemétszállítási napot 2-re csökkentették. Ez sajnos meglátszik a folyamatosan tömött kukákon is. Az évek során összetartó közösség alakult ki.
Szép példákat látunk arra, hogy környezetünk alakítása rajtunk is múlik. A panelházak tövében üdítő látványt nyújtanak a földből kibújó tavaszi virágok. Szülői összefogásnak köszönhetően készült el és várja a gyerekeket már évek óta az őzike játszótér, amire érthető módon mindenki vigyáz. A választókerülethez tartozik a Rókus utca környéke is. Az idei év feladata lesz a zöld felületek játszóterek karbantartása. Így láttuk tehát a 11-es választókerületet évvel ezelőtt. Azóta történt néhány változás. Az egyik talán legfontosabb, hogy elkészült a Szigeti Városrész szabályozási terve, mely ezt a körzetet is érinti. Mik a legfőbb változások? Tulajdonképpen a legfőbb változás, hogy végre van egy ilyen rendezési terv a város területére nézve. Nagyon sok lényeges változás van, amit szerintem a közeljövőben nem fognak érezni az emberek. Ilyen, hogy például az Alkotmány utca és a Hungária utca közötti szakaszon két út átkötést tervezett a rendezési terv, de hát addig, amíg a kisajátítások, illetve a magántulajdoni rendezések ennek megfelelően nem történnek meg, ezek nem fognak megvalósulni, de a távlatokat mindenképpen jelzi. Illetve az is változás, hogy több olyan ingatlan ház került fel olyan beosztásokba, olyan felosztásokba, ahol már védik ezeket az épületeket. Tehát lesz, amit műemléki minősítésre javasolnak, és lesz olyan, amit városképi szempontok miatt javasolnak majd védelemre. Ez az egyik fontos dolog. A másik, szintén a jövőt illeti, hogy felvetette a rendezési terv olyan szükségszerű tervezéseket, amik a zöld felületek fejlesztésével foglalkoznak. Ugyanakkor itt el is kell mondani a rossz hírt, hogy az idei költségvetésben erre nincsen forrás. Én ezt a közgyűlésen fel is vetettem, hogy hát ugyan elfogadja a város a rendezési tervet, de hát pénzt nem mellékel hozzá, hogy ezt tovább lehessen fejleszteni. Erre kaptam egy választ, hogy hát valóban így történt ebben a költségvetésében, erre egy fillér sem áll rendelkezésre. Ugyanakkor felvetették annak a lehetőségét, hogy hát a képviselői keretből talán erre lehetne költeni, de hát azt mondom, hogy az 1 millió forint az édes kevés ahhoz, hogy mondjuk akár ide a zöld feletti tervezéseket megrendelje az ember, mert ennél az összegnél jóval több az igény egyrésztről, másrésztről pedig hát az összeg teljes egészében elmenne erre a tervezésre, és akkor a falutetésekről, növényesítésekről is beszéltünk. A szabályozási tervvel kapcsolatban mi az, amit a lakosságnak feltétlenül tudnia kell, amit nekik is figyelembe kell venniük, például ha felújítani, építkezni szeretnének? Azt gondolom, hogy a rendezési tervben meglévő értékeket megpróbálta megmenteni, tehát azok az épületek, amik régebben épültek, azokat megtartásra javasolja a rendezési terv, illetve hát van egy-két utca, ilyen például az Alkotmány utca, aminek az elején egy szélesítést javasol, illetve hát a magasságokat bekorlátozta. Volt két olyan konkrét terület, ahol gondok is voltak. Ilyen volt a Nagyjárő utcában egy belső teleknek a kérdésköre, ahol remélem, hogy olyan kompromisszumot sikerült a telek tulajdonos, illetve a terek szomszédok között kötni a városnak, ami talán mind a két fél részére elfogadható. Illetve volt egy nagyon régre visszanyúló, a 60-as évekre visszanyúló gond, itt az Attila utca 1-3 telekről beszélek, ahol nagyon sokáig korlátozta a város azt, hogy ott építeni lehessen. Most ezt megengedték, igaz, hogy szigorított feltételek, illetve olyan feltételek, amik ott korlátozzák a tulajdonosi jogokat, tehát remélem, hogy ez is előbb-utóbb majd a jogi csűrcsavarokon keresztül oda vezet, hogy új házak épülhetnek ezen a területen. Egyébként ez azért volt gond, és ezt nagyon kevesen tudják, mert ez a két telek az egyetem egyes számú gyakorlóiskolájának volt fenntartva fejlesztésre. De mivel a 60-as évek óta húzódik ez az ügy, és kisajátításra sem az egyetemnek, sem a városnak nem volt pénze, ezért most úgy határozott a szakbizottság, és úgy határozott a közgyűlés, hogy a tulajdonosok részére lehetőséget teremt, hogy felépítsék a házukat a saját ingatlanukra, illetve még most is fönn van tartva az egyetemnek egy olyan lehetőség, hogy ezeket az ingatlanokat elővásárlási jogformában megvásárolja. Hát sajnos az elmúlt 30-35 évnek a húzavonája drágábbá teszi az építkezés után az egyetemnek ezt a lehetőséget, de mindenképpen szerettük volna azt is fenntartani, hogy ha majd egyszer az egyetem olyan helyzetben lesz, hogy fejleszteni kell ezt az iskolát, akkor ha drágán is, de megtehesse ezt.
A Barbakán téren, a Kodály Zoltán utca sarkánál mára már csak nem befejeződött az az építkezés, mely a tavalyi forgatásnál még csak terveződött. Többen is érdeklődtek azután, hogy mi lesz itt tulajdonképpen. Reménykednek abba, hogy esetleg valamiféle szolgáltatási központ is belefér, hiszen eléggé ellátatlan a környék ilyen szempontból. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ismerem azt a befektetői csoportot, illetve annak a vezetőjét, aki ezt a beruházást elindította. Én beszélgettem vele nem célirányosan, de a beszélgetésekből azt tűnt ki, hogy ha minden igaz, itt irodák is lesznek, üzletek is lesznek, tehát mindenképpen a környék ellátási színvonalát emelni fogja. Akkor, amikor én ott jártam, akkor arról beszéltünk éppen, hogy egy bankkal vannak tárgyalásban, hogy ennek mi lett a vége, ezt nem tudom. De az épület, ha minden igaz, akkor december végére kulcsra kész állapotba kerül. Most még nagyjából a szerkezet kész állapot, illetve hát annál van, mert több van kész szemmel láthatólag. És hát remélem, hogy a következő ütem, ami egy szálloda ütem lenne a Foghételken, az is a közeljövőben kezdődhet, mert azt gondolom, hogy a város mindenképpen értékesebb lesz ezzel a két ingatlannal. Illetve, hogyha ezek elkészülnek, akkor a környék rendezése is meg fog történni, illetve hát a csomópont átalakítása is akkor lehetőségként felmerül. Nyilván, hogy a városnak akkor elég sok pénzt lehez, mert hozzá kell tenni, mert ez biztos, hogy drága beruházás lesz. Van több olyan dolog is, ami nem változott, ha csak nem rossz irányba. A Hungária út forgalma például egyáltalán nem csökkent azóta, a parkolási gondok továbbra is fennállnak. Azt tudjuk, hogy hosszú távon tervek vannak a forgalom elterelésére, de rövid távon nem lehet-e valamit tenni? Hát én azt gondolom, hogy elnézve a város anyagi helyzetét és lehetőségeit, azt kell mondjam, hogy nem. Tehát ha valaki arra számít, hogy itt ezen a környéken több parkoló lesz, akkor hiú ábránd, én azt kell, hogy mondjam. Talán az ott lakók életén valamit fog segíteni az új parkolási rendszer, amit ha minden igaz, ez évben elindít a város. Ez azt jelenti, hogy ezen a környéken is lesz majd fizető parkoló, ami azt jelenti, hogy talán a parkolók nagyobb számban lesznek majd megtalálhatóak, és hát remélem, hogy ez azt is eredményezi, hogy az ott lakók egy minimális bérleti díjfizetése után, ami a bérlet elállításának a költségét fogja jelenteni, találnak mindig maguknak a szabad parkolóhelyet, mert ez most jelen pillanatban nem mindig van így. A körzetben több játszótér is van, igen, változó színvonalban, még mindig kimagaslik az Őzike játszótér, Birken viszont nem nagyon látszik fejlődés. Így van. Itt két olyan játszótérről szeretnék beszélni, ami mindenképpen gondot jelentett az elmúlt időszakban. Az egyik az Attila utcai játszótér. Engem tavaly megkerestek az ott lakók, és gyakorlatilag két táborra szakadtak. Az egyik azt mondta, hogy az Attila utcai dühöngőt meg kell szüntetni, mert a környékbeliek nem tudnak pihenni, aludni, mert a vasrácson pattanó labdák zavarják őket, és az ezer járó zaj. Úgyhogy végül is egy olyan kompromisszumot sikerült talán kötni, ezt nem mondom biztosan, mert már érkeztek negatív visszajelzések hozzám, hogy leszedettük ezt a vasrácsot. Így egy sokkal finomabb, kulturáltabb játszási lehetőség van az ott lakók előtt, de már jöttek az újabb ötletek, hogy talán úgy lehetne még jobban segíteni a kulturált játékot, hogyha egy drótvonatos hálóval lenne körbe véve ez a pálya, mert akkor nem lenne akkor a zaj. Úgyhogy itt egy éles konfliktusban van tulajdonképpen az ott lakók közössége. Igazából még nem tudom, hogy mi lesz a vége, hogy melyik fél álláspontja fog győzni, de talán az mindenképpen jó hír, hogy az Attila utcában van egy aszfaltos rész, ahova a Szatyorgyőző úr el fog készíteni egy játékot. Remélem, hogy a játékok közül az első, ez egy mászóka vár lesz egy csúszdával és két homokozó kerettel. A tervünk szerint ott az aszfalt szőnyeg megszüntetésre kerül, homokborítás lesz, és hát elindul az ottani játszótérnek a fejlesztése elsősorban a kisgyerekek számára. Az Őzike játszótér a másik, ami azt gondolom, hogy a városban az elsők között volt és példaértékű társadalmi munkába készült. A tavaly volt egy felújítás, egy állagmegóvó felújítás, aminek az volt a következménye, hogy egy héten belül vandálok megjelentek a játszótéren, és a frissen fölrakott hintákat azonnal leszették, lelopták, kiszedték a játékokat, a földből egy-kettőt össze is törtek, úgyhogy gyakorlatilag majdnem nagyobb kárt okoztak, mint amivel a felújítás került. Ezt most idén sikerült egy kicsit pótolni, illetve annyi van, hogy egy festésrendszer, egy festés elkészült, állagmegóvás címén, és elkészült két játék, ami
szintén az Attila utcaival körülbelül egy hónap múlva felállításra kerül reményeink szerint. Egy lengőhinta lesz egyébként, és egy forgóhinta, amit szintén a Szatyor úr készít erre játszótérre, és egy minőségűbb, azt gondolom, és esztetikai szempontból is egy kicsit kiemelt minőségű játékok kerülnek oda, és remélem, hogy tartósabbak is. Ha összegészében nézi, akkor milyennek látja most a választókörzetét, milyen fejlődést tapasztalt ebben az egy évben? Azt gondolom, hogy mivel nagyon-nagyon szoros lehetőségek között lehet ezt a kerületet fejleszteni, elsősorban a magántőke az, aki nagyon sok beruházást itt elindított, a város az gyakorlatilag semmit, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez az 1 millió forint, amivel mint képviselők rendelkezünk, ez borzasztóan kevés ahhoz, hogy akár látszó dolgokat is csináljunk a választókerületben, főleg azért, mert hát számtalan olyan utca van, ahol egyszerűen a kátyúzás 2 éve nem történt meg, és a kátyúk egyszerűen csak nőnek. Igazából nem tudom, hogy ennek mi lesz a vége, mert nagyon sokszor azt vetik a szemünkre, hogy miért nem az 1 millió forintos költségvetési keretünkből csináltatjuk ezeket meg, de azt gondolom, hogy a keretnek az alapelve és amit meghatározott a képviselőtestület, az nem arra van, hogy mindennapi feladatokat oldjuk meg ebből, amit a közüzemi RT-nek, illetve a jogutódjának, a PVVRT-nek kell megcsinálni a fejlesztésre. Úgyhogy ezen a téren azt gondolom, hogy a város egészéhez képest is egy kicsit visszalépések történnek, mert én magam részül nem tudom, és nem tudom megérteni, és elfogadni azt, se azt, hogy ott miért nem lehet bekártyúzni egy-egy utcát, ami azt gondolom minimális költségekkel jelenne akár a PVVRT, akár a város számára. És most csak egy kicsit sétálunk odébb, a 12-es számú választókörzetben, mely Füredi Péter körzete, és természetesen erről a területről is készítünk egy évvel ezelőtt, 2000 márciusában egy összeállítást. A 12-es választókerülethez tartozik a Tüdő szanatóriumtól lefelé a Mecsek oldal egy része. A Bálicsi úttól keletre fekvő terület a Jurisics és Angszter úton át egészen a Fejér Lipót utcáig. Délen a Váci Mihály, Veres Péter és a Budai Nagy Antal utca körzete határolja. A Mecsek oldal nagy problémája, a víz és csatorna hálózat hiánya e területet sem kíméli. A hegyoldal nagy részén s a Bálicsi út felső szakaszán is sok kellemetlenségük adódik ebből a lakóknak. Sok helyütt csak tartályokból jutnak ivóvízhez a lakók. Igaz, hogy ezen a környéken valaha csak szőlők, gyümölcsösök, kiskertek voltak, de már a családi házas övezetté fejlődött. Itt természetes az igény a megfelelő infrastruktúrára. Nem csak a közművek állapota hagy kívánnivalót maga után, az itt élőknek a közlekedés sem egyszerű dolog. A Bálicsi úton lassan 3 éve tart az útépítés, gyakran több hónapra lezárják az utat. Ilyenkor sem autóbusz, sem autó, de még taxi sem tudja megközelíteni ezt a részt. A Bálicsi útiak kálváriája idén talán véget ér. A költségvetésben szerepel a végleges befejezéshez szükséges 75 millió forint, és ez tartalmazza a vízzel vezető csatornák kiépítését is. Bár nem ennyire katasztrofális a helyzet a Jurisics út környékén, azért erre is lenne mit felújítani. Az országos, sőt nemzetközi konferenciák helyszínéül is gyakran szolgáló MTA székház gyönyörű épületével szemben igen bizarr látványt nyújt a Jurisics úti szolgáltatóház környezete. Belül orvosi rendelők és üzletek, körülötte berendezett hajléktalan szálló. A 12-es választókörzethez tartozik a Boszorkány út, Édesanyák útja, Rókus alja és Szavér utca környéke is. A déli oldalon pedig a Budai Nagy Antal, Váci Mihály és Veres Péter utca által határolt terület. Ez már panelházas környék, de szerencsére viszonylag sok a zöld felület, megfelelő a szolgáltatási hálózat, jó a közlekedés, bár a parkolás körül akadnak gondok. Tavaly nyáron még elvadult növénydzsungel volt itt. Évvégére pedig az erre lakó gyerekek nagy örömére elkészült ez a pöttyös játszótér, a képviselői keret és az önkormányzat támogatása jóvoltából. Igaz, néhány apróságra még jó volna odafigyelni, hogy a játékból nehogy baleset legyen. Mondtuk 2000 márciusában, tehát azóta milyen változások történtek? Ugye a közműellátottság volt a legnagyobb probléma, történt ebben előrelépés? Sajnos a Mecsek oldali közműhálózat kiépítése, ez bizonytalan. Nem szabad elfelejteni, hogy bizony már épülnének a vezetékek, és épülne a csatorna és vízhálózat, akkor egy éve, másfél évvel ezelőtt a közgyűlés többsége ezt elfogadta volna, és most nem kéne erről beszélni, és nem lenne ez probléma, hiszen akkor egy komoly kormányzati támogatás, majdnem 700 millió forintot a város kiengedett a kezéből. Ezt nem egyszerű visszaszerezni, ezt sajnos bármelyik város nem teheti meg, illetve egyik sem teheti ezt meg, és így a most beadott pályázat sajnos nem biztosítható,
hogy Brüsszelben nyerni fog, hiszen sajnos Brüsszelben nem mi vagyunk még a döntéshozók, nem mi tudunk erre, mint önkormányzati képviselők befolyásolni. A mi döntési esélyünk az akkor lett volna, sajnos akkor ez nem, az a közgyűlési többség által nem nyert támogatást. Most nyilván akkor kerülünk mi helyzetbe ismét, ha a pécsi közgyűlés elé kerül az ügy, és a megfelelő költségvetési forrást az esetleges támogatott beruházásnak önerő részét biztosítani tudjuk. Ez a bizonyos pályázat, amit említett, ez az ISPA pályázat, ugye, ami Brüsszelben fog majd eldőlni. Erről tudunk-e frissebb információkat, hiszen már elég régen beadta a város? Nem tudunk sajnos semmi újabb információt. Az, ami biztos, hogy az országgyűlési képviselőnk, és így nyugodtan mondhatom, hogy a pártállástól függetlenül, akár kormánypárti, akár ellenzéki, mindegyik azonban, hogy ez a pályázat sikeres legyen, és eljusson a célzott helyre, hogy egyáltalán elbírálásra kerüljön. De most jelenleg semmi újabb információval nem tudok sajnos szolgálni ebben az ügyben. A városrész életét egyébként mennyiben nehezíti meg ez, hogy nincsenek meg a megfelelő közművek? Például az építési kedv nem lankadt-e azóta? Azt nem vettem észre, hogy lankadt volna. Nagyon jó közösségek vannak a Mecsek oldalon, a Bálisteti gyűrű, Berdis út környékén, a Tölcsfa közben, a Sziklás gyűlőbe, és maguk rakják rendbe az utakat, a környéket. Erre van aktuális tapasztalatom is éppen múlt héten, hogy a lakók összetársulnak, építik az utat, én képviselői keretből finanszírozom az anyagot, a kavicsot, a homokot, a sódert, ami kell egy ilyen útépítéset. És nagyon fontos számomra, hogy közösségek formálódnak, lakóközösségek, akik szeretik Pécs városát, tenni akarnak érte, és így módon ugye a képviselő keret támogatásával ezzel élni is tudunk. A víz probléma az egy hatalmas probléma, egy 2000 után egy európai városban, amely régióközponti szerepre pályázik, az nem engedheti meg magának ezt, hogy én, mint képviselő, olyan telefonokat kapok, és nagyon jogosan kérik a segítségemet, hogy az én mutatott kibúvít a tájból, elfogyott a víz, nincs víz, rossz a csap, és akkor én próbálok intézkedni, minél gyorsabban megoldódjon ez az ügy, de hát ez nem lehet végérvényes megoldás. Ha már az infrastruktúránál tartunk, a Bálicsi út felújítása és az esővíz elvezető csatorna kiépítése is nagy problémát jelentett az arra lakóknak. Tavaly már azt ígértük, azt hittük, hogy befejeződik ez a kálvária, de még idén is van vissza feladat. Igen, de nagy örömre szolgál, hogy szerepel a költségvetésben egy olyan összeggel, ami láthatólag fedezni fogja egy részét, nyilván erre még kell kiegészítést szerezni, és idén akkor megvalósulhat úgy ősszel ez az út, és végérvényesen akkor az ott élők nyugodtan közlekedhetnek, és használhatják ezt az utat. Nagyon fontos volt, és akkor probléma volt az információ áramlás hiánya, az ott élők nem tudtak kellőképpen felkészülni az építkezésre, illetőleg az elzárásból adódó problémákra. Nyilvánvalóan fontos szempont, hogy olyan kivitelezés valósuljon meg, hogy csak a fél útpálya kerüljön lezárásra, hiszen a másik felét használni kell, és akár egy mentő vagy idősek is laknak, főleg a felsőbb részeken. Mindenképpen ezt használhatóvá kell tenni a beruházás megvalósítása alatt is, legalább egy részét az útnak. Akkor volt még szó ugye a Budai Nagy Antal utca, Bácsi Mihály Veres Péter utcáról. Itt komoly képviselői keret révén sikerült egy járda átvezetést, parkoló felfestést, kitáblázását a környéknek megvalósítani. Ugye itt a parkolás volt a fő probléma. Nyilván sajnos adott a hely, tehát több parkolót nem nagyon lehet csinálni. Azt lehet, hogy a meglévőket minél jobban kihasználta tenni. Ennek egyik formája volt, hogy felfestettük a parkolóhelyeket, a garázsok előtt a megállni tilos táblák elhelyezésre kerültek, és most már be kell tartatni a szabályokat, és így talán nagyobb a lehetősége annak, hogy elkerüljük azt a
problémát, amit én több fogadórán tapasztaltam, hogy a mozgássérült parkolóhelyen oda nem illő jogosultsága nem rendelkező személyek parkolnak, vagy több helyet elfoglalnak, és így a közterületfelügyelet és a rendőrség is ezen szabályokra hivatkozva be tudja tartatni a szabályokat és a környékrendjét. A Jurisi Csüti Szolgáltatóház az hasonlóképpen nem volt egy egyszerű ügy, hiszen már tavaly én bíztam benne, hogy felújításra kerül, rendezésre kerül az ügye. Tudni kell, hogy magántulajdonú házról van szó, amiben van az önkormányzatnak is része, és a valamikori vagyonkezetének is. És múlt csütörtökön volt alkalmam részt venni egy társasházi lakógyűlésen, amely szilárdan elhatározta, hogy fel lesz újítva, és a pénzt is rendelkezésre fogják bocsátani. Én még akkor egy évvel ezelőtt bevittem a polgármester úrhoz az építési engedélyhez szükséges hozzájárulás. Most 2002. áprilisiban is egy építési engedély. Ennek révén megvalósítható a komoly alapos átfestése, kitisztítása és lezárása éjszakára a területnek, ami nagyon fontos, hiszen a hajléktalanok, mint ahogy mutatta is a kép, nem biztos, hogy ahol úgy használják, hogy kell ezt az építményt, és így talán a rendje fenntartható lesz. Tehát ez mostanra se szűnik még meg, hogy a szolgáltatóház környékén hajléktalanok tanyáznak. Igen, sajnos nagyon nehéz hajléktalanokkal kapcsolatban, közterületfelügyelet vezetővel több alkalommal léptünk fel közösen ebben az ügyben. Sajnos azt mondta, hogy ez nagyon nehéz ügy, hiszen amiben nem történik rendzavarás, sörös üveget nem dobálják, nem zajonganak, akkor nehéz velük szemben fellépni. Amennyiben ilyen rendzavarás történik, akkor felszólíthatják őket, hogy a menhelyre távozzanak, de akkor is hát személyes testi erőszakot nem alkalmazhatnak. Illetőleg a másik az, hogy hát ők is elmondták nekem, hogy bizony ott sem érzik jól magukat. Tehát ott meg egy hierarchia van, és kiszolgáltatottak egymásnak, egymás bajainak, problémáinak, és szinte egymást kínozva, egy zárt helyen sokkal sanyarúbb a sorsuk. De ez akkor is nem tartható így fenn. Voltak tiszta időszakok, sikerült ott rendet csinálni. Minden évben a képviselői keretemből több százezer forint megy el arra, hogy ott a zöld területet rendbe rakassam, és a sövényt levágassam, de hát ez egy újból ismétlődő probléma. Ez mindig, hát ugye, bízom benne, hogy nem szélmarom harc, de én kitartok még egy jó darabig, hogy ott újból és újból legyen tisztaság, legyen levágva a zöld sövény. És hát nyilván ahányszor kell, annyiszor lesz ez megcsinálva. Ön összegészében hogy látja a 12-es körzet? Annyit fejlődött egy év alatt, amennyit ön remélt szeretett volna, és olyan irányba? Bízom benne, hogy még sokkal jobban fog fejlődni a következő időszakban. Úgy gondolom, hogy a képviselőkeret az egy jó lehetőség arra, hogy sok mindent megvalósítsunk belőle, de ahogy Nagy Csaba képviselőtársam mondta, ez nem igazán arra van, hogy kátyúzásos problémákat oldjunk meg, és egyéb olyan feladatokat, amely az önkormányzat alapvető kötelezettsége lenne. Az nagyon fontosnak látom, hogy az ott élők közössége sok mindent meg tud valósítani, és ehhez hozzájárulva tudunk előrelépni, és ilyen beruházásokat megvalósítani. Ami most például nagyon fontos volt, és egy jó élményem volt, egy hónappal ezelőtt indult egy mandula felültetési program, nagyon sokan csatlakoztak hozzá, abból adódott a gondolat és az ötlet, hogy a Janusz Panonius nyomán, hogy egy dunantúli mandulafáról itt a versében, és hogy épül Pécs városa, és szépül, és belvárosa ugye a világörökség része lett. Emellett fontos, hogy megőrizzük a növény kultúránkat, a mediterrán hagyományait is Pécs városának, és így a növény kultúra is, ugye, mint történelmi hagyományunk része megőrizve legyen, gyűjtessünk mandulafákat. És ennek keretében, hogy a Gáspár Gabriel is csatlakozott ez a programot, önálló programmal mandulafát ültetett, én majd a körzetembe szeretném ezt minél jobban megvalósítani, és erre van nagy igény is.
Közben érkezett egy nézői kérdés Füredi Péterhez, igaz, nem elsősorban a választókerület életével kapcsolatban, hanem így szól, hogy az MDF önállóan indul-e a választáson, és ha igen, mivel kívánja megnyerni a választók bizalmát? A jelenlegi helyzet az, hogy igen, önállóan készülünk a választásokra, és minden körzetben önálló jelöltünk lesz. Egy hónap múlva hivatalosan is elfogadottá válik ez a dolog. Az MDF ideológiai programja szerint így kívánja megmérettetni magát a választásokon, és Dávid Ibolya elnök asszony vezetésével 2002 után egy meghatározó kormányzó párt, egy megkerülhetetlen kormányzó párt kívánunk lenni. Most, hogy mivel kívánjuk vonzóvá tenni magunkat, hát nyilván kemény munkával és programokkal, és talán ha itt a lehetőség és a kérdés felmerült, akkor elmondom, hogy jövő pénteken lesz egy nagyszabású agrár konferencia a Bolyban. Dávid Ibolya elnök asszony is itt lesz. Nagyon fontos a mezőgazdaság problémáit megoldani és minél inkább előre vinni. Tessedik Sámuel nevéhez kötődik a mi programunk. Hát van a kormánynak egy Széchenyi program, egy nagyon jó program. Ez mi a mezőgazdaságban szeretnénk ennyivel hozzájárulni, hogy egy 18. századi evangélikus lelkész agrártudós nevével fémjelzett programot valósítsunk meg. És egy másik program, ami nagyon aktuális lesz, az egyházi alapítási törvény szigorítása. Az MDF nagyon keményen föl fog lépni, hogy üzleti vállalkozások, destruktív szekták nem mondhassák magukról azt, hogy egyházak és egyházi mentességet élvezzenek, és ne legyen az, mi volt tényleg példa, hogy a Veszta Istennő egyháza, ami egy kuperáj volt, annak a vezetője jogilag egyenrangú volt a Paskai László bíborusúrral, vagy a zsidó hitközségek vezetőjével, vagy a református ünnep vezetőjével. Mi ezzel fel fogunk lépni a szélsőséges liberalizmus, meg gátat kívánunk vetni az ifjúság megvédése érdekében. Bár Nagy Csabához nem érkezett hasonló kérdés, de úgy gondolom, hogy akkor a lehetőséget szeretném önnek is megadni. A választási kampányra a Fidesz elkezdte már a készülést, Pécset. Én gondolom, hogy nem, mivel nincsen választási kampány, nyilvánvaló, hogy a választási előkészületek a megfelelő ütemben és mederben haladnak. Mi egy hagyományos választási kampányra készülünk, az még azt gondolom, hogy messze van, hiszen jövőre lesz a választás. Mi nekünk most a legnagyobb feladatunk az, hogy a kormánynak a jelenlévő és jelenleg érvényben lévő programját végrehajtsuk, amit lehet, segítsünk itt helyi szinten is ehhez, és hát készülünk a májusi kongresszusunkra, ami talán azt gondolom, hogy ennek a két éves munkának, hiszen nálunk két évente van kongresszus a lezárásra lesz, és egy új munka indulhat. És kezdődhet, úgy néz ki, hogy egy új elnök úrral együtt. Beszéltünk a képviselői alapról, elmondták, hogy mi mindenre költötték az elmúlt évben ezt az 1 millió forintot, ami idén is rendelkezésükre áll. Milyen terveik vannak ezzel, mi mindenre jut majd a kerületben ebből a pénzből? A 11-es választó kerületben már az előbb említettem, hogy az Attila utcában szeretnék egy fajátékot felállítani. Az a baj, hogy ez nagyon-nagyon sok pénzt fog elvinni, több mint 1,5 millió forintot. De azt gondolom, hogy ezt munkát el kell kezdeni, és egy 2-3 éves programmal oda egy megfelelő európai színvonalú kultúrát és talán művészi értékeket is magában hordozó játszótér fog kialakulni. Szeretném az Őzike játszótér fejlesztését is a továbbiakban elősegíteni azzal, hogy két új játék kerül idén fölállításra. Ezek nagyjából el is viszik az 1 millió forintos költségvetési alapot, és méghozzá úgy viszik el, hogy itt is lesz elég sok társadalmi munka, hiszen a játékok felállítása az tulajdonképpen társadalmi munkába fog történni, ami szintén egy 100-200 ezer forintos költséget jelent. És hát van egy elképzelésünk Péterrel közösen, ez pedig az Ifjúság utca, Rókus utca környékén lévő két dühöngő, két foci, illetve kézilabda pályának a felújítási programja, ezek nagyon rossz állapotban vannak. Erre kértünk egy vállalkozótól egy árajánlatot, és hát majd szeretnénk, most ugyan egy kicsit előre beszélek, mert vele erre képviselő úrral nem tudtuk még felvenni a kapcsolatot, annyit tudtuk meg, hogy eljutottuk neki is ezt az árajánlatot. De vele is szeretnénk beszélni, hogyha a módjában állapodó is támogassa ezt a programot, mert három választókerület sarkán van ez a két dühöngő, és ezt szeretnénk, hogyha felújításra kerülne. De hát ez egy olyan nagy összeg, amit
amit a három képviselő is nagyon nehezen fog tudni kigazdálkodni, és lehet, hogy még egy kis költségvetési támogatást is kell hozzá kérnünk, mert ez messze meghaladja a fél millió forintot. De mivel itt a környéken nincs több ilyen lehetőség, illetve ami lehetőségek vannak, azok nagyon rossz helyen vannak. Szeretném, hogyha a három képviselő úrral együtt akkor a közgyűlés is támogatná ezt a programot. Hát nagyjából ez az, amire el lehet költeni ezt az 1 millió forintot, illetve hát még kisebb dolgok vannak, de azok szinte említésre sem méltóak, mert annyira kevés összegből valósíthatóak meg. Viszont amit még nagyon szeretnék megcsinálni a kerületben, az az, hogy most már történt egy bejárás tavasszal, ami fölmérte azt, hogy hol kell még aszfaltozni, és hol van a közvilágítással gond. Számtalan ilyen probléma merült fel a kerületben, és ezeket szeretnénk majd orvosolni a PVVRT munkatársaival együtt. Illetve hát még vannak olyan tervek, hogy a választókerületben több éves probléma az, hogy vannak olyan szórakozó helyek, ahol melegkonyhás szórakozó helyekről beszélünk, ahol a nyitvatartást nem korlátozza a város, és hiába fordulnak a nyitvatartási korlátozási kérésekkel a város lakói, a közigazgatási hivatal, a polgármesteri hivatal felé nem nyernek megértést. Én majd össze fogok hozni egy olyan képviselői találkozót, ahol a hasonló gondokat tapasztaló képviselők közösen le tudnánk ülni, és megpróbálunk egy olyan jogi megoldást elő segíteni, ami lehetőséget teremt arra, hogy ezeknek a szórakozó helyeknek valamiféle korlátozott nyitvatartását elősegítsük, mert nagyon sok lakónak és a választókerületem és több ilyen úgymond intézmény van, amely megkeseríti a környéken lakók és ott lakók életét. A közös programok mellett a 12-es körzetben milyen fejlesztések várhatók ebből az összegből? Hát én folytatnám ott, ahol Csaba abba hagyta. Nagyon fontos ez a sportpálya rendbetétele, hiszen kell a fiataloknak a sport, a mozgás, a komoly tanulmányok mellett a kikapcsolódás és a feszültséglevezetés a kultúrát környezetben nagyon fontos. És hát tudjuk, hogy Pécsett a foci is nagyon fontos, sajnos nem megy elég jól. Mi azzal kívánunk hozzájárulni, hogy a fiatalok számára lehetőséget biztosítunk, hogy majd legyen kell utánpótlás, és legyen helyük hogy gyakorolni. Ez lenne az egyik része a beruházásnak. Másik most már talán folyamatban van a 32-es busz megállójában az Angster úton 100 méter hosszú járda építése, amely igencsak egy jó nagy beruházás lesz. Komoly összeget viszel a képviselői keretből, de hát ott sajnos az ott élők, az ott arra járók csak egy saras úton keresztül tudták ezt a busz megállót megközelíteni, ezzel leszállva haza sétálni. Komoly program lesz a jövőben mindenképpen, tehát nyilván van egy hosszú listán, és abból kell válogatni. És nyilván olyan programokat próbálok előre sorolni, ahol a lakossági hozzájárulás, akár munkában egyre erőteljesebb és nagyobb az igény, és nagyobb a lehetőség ennek megvalósítására. Így fog, amit korábban már említettem, útépítés megvalósulni, vagy fásítási program, zöld terület karbantartása, csak oldalban ez már rengetetlenül fontos beruházás kell, hogy legyen. Illetőleg másik nagy komoly probléma, hogy ahogy épültek a Mecsek oldalon a házak, nem csak a víz és csatorna nem követte az utcák kiépülését, hanem a villanyoszlopok sem. És így azt eredményezi, hogy bizony szélét, főleg a téli hónapokban ott sötétség borul a gazdag nagy házakra, csak kis kunyhókra is, és se idős, se fiatal nem tud rendesen közlekedni, veszélyes, a közbiztonságot sem szolgálja a kialakult helyzet. És sajnos a város költségvetésében nincsen pénz új villanyoszlopok elhelyezésére, legalábbis eddig nem volt. Kivéve most egy héttel ezelőtt a Pécsi Költségvetési Bizottság 3 millió forintot erre megszavazott. Nekem is részem volt benne, hogy ez megtörténjen. Szinkrodetemben is ez egy komoly probléma, és nyilván hát a képviselőkeretből is kell majd ehhez hozzájárulni, hogy ez megvalósuljon. Egy egyéni képviselő számára nyilván a legfontosabb a választókerületi munka, de emellett
nagyon fontosak a bizottsági feladatok is, mindketten két-két bizottságnak a tagjai. Itt a ragyogó alkalom, hogy a pénzügyi és költségvetési bizottság közötti különbséget egy picit elmagyarázzuk a nézőknek, hiszen Nagy Csaba a pénzügyi bizottság elnöke, Füredi Péter pedig a költségvetési bizottság tagja, de nyilván sok közös pont is van ebben a munkában. Így van, talán úgy lehet érzékeltetni legjobban a különbséget, hogy a pénzügyi bizottság azt ellenőrzi, hogy a költségvetési bizottság által megszavazott, támogatott költségvetési rendelet hogyan hajtódik végre, hogy hogyan hajtják végre az apparátusi dolgozók és az intézmények. Tulajdonképpen a bizottság működését leginkább az jellemző, hogy az intézmények működését ellenőrizzük az ellenőrzési osztályon, illetve csoporton keresztül. De tehát olyan vizsgálatokat végzünk, amik rendkívüli vizsgálatok, illetve olyan eseményekre utaló vizsgálatok, amik azt jelzik, hogy valami nincsen rendben a gazdálkodások területén, és tulajdonképpen ebből áll a bizottságunk a egyébként rendkívül száraz és rendkívül felsőteljes munkája, hiszen az utóbbi időben nagyon sok fegyelmet kellett elnyújtanunk, és hát ezeket végig is kellett vinni a közülés előtt. Pécs idei költségvetését már elfogadta a közgyűlés, a jövő évi még messze van, akkor ilyenkor mit csinál a költségvetési bizottság? Ez kétségtelen, hogy a költségvetési bizottság munkájának csúcspontja az a költségvetést megelőző időszak. De a kettő között sem pihen a bizottság, hiszen már a két költségvetés elfogadása között sem pihen a bizottság, hiszen minden olyan beruházás, olyan hivatali, főosztálybeli igény, vagy bármely bizottsági igény, amely költségvetési forrást igényel, vagy átcsoportosítás, ezt a költségvetési bizottságnak kell jóvá hagyni. És bizony a fű a fejünk, hogy honnét vegyünk le, mihez adjunk, és mit preferáljunk, milyen pályázati önerőt támogassunk, vagy melyiket ne. És csúcsosodnak itt is, hogy a napirendi pontok, és komoly megalapozott, áttanulmányozott munka kell, hogy a felelősség teljesen tudjunk dönteni ezekben a kérdésekben. Ilyenkor mindig szoktam magamban elgondolni, hogy azért milyen jó volt a jogi egyetemen, hogy azért a közgazdaságtant is, meg a pénzügyi tant is azért belénk verték, mert itt azért visszaismerek, visszaköszönnek dolgok, amit tudok használni. A pénzügyi bizottság száraz munkája mellett talán sokkal izgalmasabb a sportbizottsági munka. Így van, bár azt gondolom, hogy súlyosabb gondok feszítik a sportbizottságot. Talán annyit érdemes elmondani, hogy ettől az évtől kezdve egy picit megújult a pénzelosztás rendszer, ugye itt 160 millió forintot osztott el a sportbizottság idén. Ez sajnos kevesebb, még nominál értékben is, nemhogy reál értékben az elmúlt év összegnél, úgyhogy ez nagy fejfájást okozott a sportbizottságnál, de talán az előrelépés volt, hogy valamivel objektívabban sikerült elosztani ezt a pénzt, bár így is történtek hibás döntések, amit remélem, hogy a sportbizottság az elkövetkezendő hetek ülései majd jóvá tesz. A jogi igazgatási és ügyrendi bizottság pedig nemrég felvette a közbiztonsági jelzőt is. Mit jelent ez a munkájukban? Ne felejtnek. Pillanat, erre rátérnek, én is el kell, hogy mondjam, nekem is számomra is érdekesebb a jogi és ügyrendi bizottság ülései és arra való felkészülés, főleg most, hogy majd a civil szervezetek pályázatai érkeznek be, és majd ezeket kell elbírálni. A közbiztonság Pécs városában egy fontos probléma, amely így is jelképezi, hogy a bizottság fölveszi nevében is, hogy a különböző programok előkészítése során a rendőrséggel egyeztetve milyen munkák várhatók, mik hárulnak ebből az önkormányzatra, mi a rendőrségre, mi ami közös a két szervezet között, amiben közösen tudnak fellépni, akár csak a probléma áramlástól kezdve a programok elkészítéséig. Így ezt én is el tudtam ott, mikor ezt tárgyaltuk, és erről szó volt, hogy például a Mecsek oldalon rengeteg a házbetörés, autófeltörés, akkor a polgárőrség lép fel fokozottan, nyilván akkor majd a bizottságba őket is meg kell hívni, és talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy Pécs közbiztonsága elfogadható szintre emelkedik. Köszönöm szépen, hogy eljöttek ma hozzánk, és beszélgethettünk mindezekről. És ha nézőinknek további kérdéseik vannak, akkor a szokásos képviselői fogadóórákon is elérhetik a képviselő urakat, mobiltelefonszámai pedig a Pécs TV teletextjén is olvashatóak.
Jövő héten kedden is lesz képviselői fogadóra. A 13-as és a 14-es választókerületek képviselőit, Veller Jánost és Kablár Jánost várjuk ide április 17-én kedden este 19:30-tól. Ha a kérdések már most megfogalmazódnak önökben, akkor hívjanak bennünket 510-008 vagy 510-009, de van egy ingyenesen hívható zöld számunk is, ez a 0680-200-834-es. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!